A háború és a szankciók, valamint az egész Európát sújtó energiaválság miatt kialakult helyzetben a Magyar Posta is további takarékossági intézkedések bevezetésére kényszerült. A vállalat országszerte ideiglenesen szünetelteti 366 posta működését 210 településen, áll a posta közleményében. Azokon a településeken, ahol több szolgáltatóhely működik, ott megemelt kapacitással, több ügyfélkiszolgáló pulttal fogadják az ügyfeleket, míg azokon a településeken, ahol nincs másik nyitva tartó posta, a szolgáltatások a máshol már jól bevált mobil posta segítségével lesznek elérhetőek. Ez az intézkedés a postai küldemények házhoz kézbesítését nem érinti, az érintett posták működésének szüneteltetése létszámleépítéssel nem jár, a munkavállalókat a környező postákra helyezik át. Az ideiglenesen bezáró posták november 11-éig állnak az ügyfelek rendelkezésére. Az érintett települések listája szintén a posta.hu-n megjelent közleményben olvasható. Fehérváron a bezárt szolgáltatási helyeket az 1-es, a 2-es és a 7-es számú posta helyettesíti majd. Az ügyfeleknek továbbra is rendelkezésükre áll a Holland Fasoron, az Ossan Áruházban és az Aszalvölgyi úti Tesco-ban lévő posta is.